Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió minden nézőjét. Magyarország kormánya számos intézkedést vezetett be több területen. Beszéljünk most a család és adó visszatérítésről, kedvezményekről, amely hasonló, mint a 13. havi nyugdíj visszavezetése, hiszen gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű kedvezmény. Mit lehet tudni róla, kik jogosultak rá, mekkora összegről van szó, mikor várható és mire használható fel? Először onnan kezdeném, hogy Magyarország és egész Európa nagy kihívás előtt áll, hiszen a demográfiai helyzet Nyugat-Európától kezdve Közép-Európáig nagyon rossz. Nyugat-európaiak azt a választ adták, hogy minél több migránst kell beengedni, tehát ha nem születnek gyermekek, akkor ezt külföldiekkel, Ázsiából, Észak-Afrikából pótolják. A magyar kormány pedig azt a döntést hozta, hogy mi nem szeretnénk, ha migránsok telepednének be, nem szeretnénk feltölteni Magyarországot egy új lakossággal. A magyar kormány azt szeretné, hogyha minden család gyermeket tudna vállalni, és annyi gyermeket, amennyit vállalni szeretne. Ehhez hozzá kell járulni az államnak is. Az állam lehetőségeihez képest hozzájárul a családok támogatásával, hiszen a családi adókedvezmény, a csok, a gépkocsi vásárlási kedvezmény mindegy olyan dolog, ami hozzájárul ahhoz, hogy a családoknak könnyebb legyen. És a tavalyi év, és még a tavaly előtti is egy nagyon nehéz év volt, hiszen a Covid-járvány megviselte a családokat, hiszen az online oktatástól kezdve a munkahelyek elvesztése mind nagy terhet rótt a gyermeket nevelő családokra, és jó teljesít a magyar gazdaság, így meg tudta a kormány azt a döntést hozni, amit tavaly évelején hozott, ha 5,5% felett lesz a gazdasági növekedés, és szerencsére bőven 5,5% felett vagyunk, már majdnem 7%, akkor teljes mértékben a gyermeket nevelő családok visszakapják a személyi jövedelem adó befizetésüket. Tehát nem segélyt kapnak, nem jutalmat, hanem visszakapják azt az adó befizetést, amivel ők megdolgoztak, de adóztak. Ez körülbelül 2 millió embert érint, és 600 milliárd forint összeget ebben a hónap február közepéig meg fogja minden család kapni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos az, hogy erősítsük meg a gyermeket nevelő családokat, hiszen ezek jelentik a jövőt egész Magyarországon. Képviselő úr, köszönöm. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Viszontlátásra.